Sziasztok! Lantos Johnny vagyok. Ez itt a Nutrend TV, a testépítés és fitness webmagazinja. A mai adásunk egy rendhagyó sorozattal fog indulni, ami nem feltétlenül a testépítőknek és a fitnesseseknek szól, de mielőtt elkapcsolnátok innen, vagy kikapcsolnátok az internetet, közlöm, hogy a központban most is a súlyzós edzések fognak szerepelni. Olimpiai és nem olimpiai sportolókat hívtunk, Magyarországnak a színe javát, ők fognak szerepelni a műsorunkban, arról fognak beszélni, hogy milyen szerepe van a súlyzós edzésnek az ő sportárukban, hiszen a súlyzós edzés nem csak a testépítők, a fitnessesek, a súlyemelők, az erőemelők, vagy éppen az erős emberek végzik, hanem a mai magyar sportolóknál mindenhol szerepel, minden sportágnak vagy az alapja, vagy éppen a kiegészítő sportja. Első adásunk sztár vendége, Szalontai Sándor, aki a pályakerékpárt, mint olyat fogja bemutatni nekünk, néhány szót fog beszélni róla, és kérdezgetni fogom arról, hogy ő vajon végez-e súlyzós edzéseket, illetve beteszi-e az alapjaiba. Láttátok, megérkezett Szalontai Sándor, aki a pályakerékpárt fogja nekünk bemutatni. Szia, Sanyi! Szia, Sanyi! Már itt ül a helyemen, elfoglalta a helyemet. Szeretnénk, ha egyáltalán bemutatnád ezt a sportot, mint pályakerékpárt, mert ezt valószínűleg nem mindenki tudja. Igazából én sem tudom, hogy pontosan miről szól, hogy zajlanak a versenyek. Legelőször van egy időmérő, egy kvalifikációs futam, és ott a versenyzők, mindenki megmutathatja, hogy egyénileg milyen időt tud futni. Ez alapján lesz egy besorolás, 8, 16, 18, 24, 28 bejutó, attól függ, hogy milyen kategóriájú verseny, de már a 8 meg a 16 az nagyon ritka. És itt időfutamsisakban, aki benne van a kerékpársportban, az így tudja, meg azért az emberek tudják, időfutamsisak, telekerék, elő, hátul, és egyéb olyan kiegészítők, amit az időmérőnél alkalmatos használni, hogy minél jobb időt fusson az ember. Aztán ugye jönnek a páros futamok, ugye a legjobb megy a legrosszabbal, ezért érdemes nagyon jó időt futni. Ugye a legelső idő, az a legrosszabbal fut, az ugye papírforma általában, hogy a legjobb meg fogja venni a legrosszabb időt. De nagyon sokszor a papírformát manapság már felülírják a versenyzők, mert van, aki egyedül nem tud menni. Ha lát egy kereket, vagy lát egy motivációt, hogy most meg kell verni azt a szemét, aki ott van előttem vagy mögöttem, akkor tud nyerni. Úgyhogy nagyon érdekes ez a műfaj, és ilyenkor ketten mennek a versenyzők párosával a futamokat, és ugye ez mind rövid táv, három kör, az olimpiai pályán 750 méterük van, hogy azt lebonyolítsák ezt az egészet. Úgyhogy kb. Így néz ki röviden tömören az elejétől. Na így megismerve is látszik azt, hogy iszonyatos kezdősebesség kell, irdatlan erő és azért állóképesség is. Tehát én egyértelműen veszem azt, hogy ehhez mindenképpen szükségeltetik a súlyzós edzés, de már a fizikumodat tekintve is igazából meg sem kérdezném, hogy végzel a súlyzós edzést, így meg, hogy egyébként meg ismerjük is egymást, és edzettél te is a Lantos Johnny Fitnessből, így tudom azt, hogy végeztél edzéseket, nem is akármilyeneket, nem is akármilyen súlyokkal. Gondolom itt is megvan az, hogy be kell kalibrálni azt, hogy milyen izomcsoportok játszanak azért főszerepet, mert nem olyan vagytok, mint a testépítők, ugye egy arányos testalkatot kell mindenképpen létrehozni, és így válasszátok ki a gyakorlataitokat, hanem itt azért mégis az számít, hogy minél keményebben tud ezt a távot teljesíteni, és itt gondolom hangsúlyosabban jönnek elő bizonyos izomcsoportok, akár egy comb. Igen. Hát, ezt szeretném, hogyha prezentálnád majd a mai nap folyamán, hogy is néz ki egy pályakerékpárosnak az edzése. Mert gondolom, beszélgettünk a forgatás előtt, és mondtad, hogy igazából ti nem csak az alapozáskor használjátok a súlyzókat, hanem a bármikor. Így van.
sőt, amit mondtál, hogy, hogy a végén nem is kellett választunk, hanem inkább sőt rosszul. Hát speciálén. Most itt mindenki máshogy állítja be, de nekem ez így most bejött az utóbbi időkben, hogy a verseny előtti nap, hát nagyon kevés ilyen 10-15 perc kardió jellegű bemelegítés bringán az oké, okay, de már nincs az a verseny előtt egy nappal, hogy akkor most 3-4 ilyen maximum verseny intenzitású távot megcsinálok, mert az nekem így jobb, hogyha egy ilyen kondis robbanékony munkát csinálok a verseny előtt, és akkor abból én azért meg szoktam oldani a versenynek a másnapját, vagyis hát az első napját, az időmérőt. Hát akkor szerintem kezdjünk bele az edzésedbe. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy Magyarország legjobb pálya kerékpárosa hogy végzi a súlyzós edzéseit, akkor kövessetek bennünket az edzőterm részében. Akkor kezdődik a bemelegítés. Természetesen nem csak a testépítőknek és a fitnesseseknek kell bemelegítenie, minden sportoló beszokott melegíteni az edzése előtt. Na és alaposan ajánlom. Akkor meg volt a bemelegítés, lássuk az első gyakorlatodat, mit szeretnél végezni? Az első gyakorlat egy vádli gyakorlat lesz, és ezt a gyakorlatot én azért is szeretem, mert amikor guggolok, és teljes guggolást csinálok, mint a súlyemelők, akkor a vádli segít visszajönni egy kicsit rúgóból. Következő gyakorlat egy hajlítógép, és a guggolásnak ez is egy kiegészítője, nem olyan intenzíven használjuk a kerékpáron, de nagyon fontos gyakorlat rajt, feladatoknál, hirtelen megindulásoknál a pályán. That's all we do. Lássuk a következő gyakorlatodat. A következő gyakorlat egy kitörés, sétálós kitörés, és ez, hogyha jól csinálja az ember, akkor másnapra elég komoly fájdalmat okoz. Egy teljes lábedzést csinálunk most, és hogy az összes lábizomcsoport meg legyen edzve, ezért még jön egy fekvehajlító, meg még ezután egy jó pár gyakorlat. Következő választott gyakorlatom egy egylábas lábtológép, mert én így szoktam csinálni, mert így jobban tudok koncentrálni a esetleges gyengébb lábra. Ennél az egylábas lábtoló gyakorlatnál azt el lehet játszani, hogyha a kerékpáros vagy, hogyha az egyik lábadat gyengébbnek érzed, akkor a gyengébbikre egy 2-3 ismétléssel többet lehet csinálni. Már alig vártam, hogy megemlítsük a fő gyakorlatot, már kezdtem
izgulni, hogy nem lesz benne a guggolás a repertoárodba. De mint láthatjátok, nem csak a testépítőknél nagyon fontos és alapgyakorlat a guggolás. Látni fogjátok, hogy nem is akármilyen súlyokat tud használni egy pályakerékpáros is. Egyértelműen ez egy olyan alapgyakorlat, ami nem csak a comb izmait mozgatja meg, a farizmokat, hanem az alsó hátat, a hátizmokat és hát szinte az egész testünket. Azon kívül a szívünk még jobban tud dolgozni, még jobban tudja cirkuláltatni a vért az ereinkben, ezáltal tágabbak lesznek a vénáink, sokkal jobban tud áramlani benne a vér, frissebbek tudunk lenni, hiszen több oxigént tudunk szállítani, a tápanyagokat jobban el tudjuk juttatni a sejtekhez, egy szóval a guggolás, akinek nincsenek egészségügyi problémái, az mindenképpen ajánlott, és mint láthatjátok, nem csak a testépítés fitness sportágán belül, hanem bármilyen másik sportban is. Te mit tudsz erről mondani? Igen, én is így vélekedek a dologról. Amikor délelőtt guggolok és kimegyek délután kerékpározni, akkor sokkal jobban fel vagyok spanolva, sokkal jobban megy az edzés, be vannak melegedve az izompályák, az izomzat, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, bármilyen sportágat űz, hogy a guggolást erőltesse szabályosan. Beszéljünk itt még viszonyításképpen. Eddig nem nagyon volt szó a súlyokról, hiszen inkább egy kis izolációsabb gyakorlatokat végeztél. Azért ennél már fogják is látni, hogy van igazán súly. Neked mik voltak azok a súlyaid, amik esetleg a legtöbbek, vagy mikor szoktad a maxot kihozni magadból, hány ismétlés, mennyi súlyjal? Mert azért láttam, hogy nem kis súlyokkal guggoltál már, mikor nálunk edzettél, akkor sem. Igen, igen, így van. Hát nálad guggoltam először 200-zal. És hát nekem az alapozásban a gyakorlataim, azok viszonylag, ahogy mondtad az előbb, hogy izolációs gyakorlatok, azért vádlira, hajlítóra, nekem több is ismétlést meg kell mozgatni, de így, ahogy a bringánál a quadriceps meg van terhelve azért akár egy boltba menetelnél, így a guggolásban, amikor versenyszezon van és formába kell hozni, én maximum 6, de inkább 4 és 3 ismétléseket csinálok, viszonylag rövid bemelegítéssel, de alaposan, egy ilyen powerliftinges, súlyemelős bemelegítés, hogy így 100 kilótól fölfelé már csak ilyen 3-4-eket ismételgetek, és úgy megyek fölfele a súlyokban. Azért azt láthatjuk is, hogy nem játékszernek véled a guggolás, hiszen akár a combizmaidat is tekintve, meg hát a felszerelésedet hozzá, azért látszik, hogy itt azért komolyan rákészülsz a nagyobb súlyokra. Igen, ez így van. Nagyon sokat hallottam edzőimtől, volt súlyemelő edzőm is, testépítő kerékpáros edző is, és mondták, hogy a cipő az nagyon fontos. Azon állsz, azt támasztja meg az egész guggolást, a talpadat, a tartásod, abból fog szinte kiindulni. És a cipőt én nagyon fontosnak tartom, hát meg ugye van egy powerliftinges övem, meg egy olyan térdgumim, amit a poweresek szoktak használni, guggolni. Úgyhogy, hát igen, úgy, ahogy mondtad, hogy olyan, mint hogy a poweres lennék, már sokan azt gondolják, amikor egy terembe leérek, hogy mik ezek a felszerelések. Hát én azt mondom, amikor az ember csinál egy erőfejlesztést, vagy a másik sportágához egy kondis edzést, akkor úgy kell odaállni, mint hogyha egy másik sportoló lenne. Ez nagyon fontos. Hát, hogy Vörös Zolit idézzem, izgulok. Az imént láttátok, hogy a térdgumit és az övet előkészítettem. Igen, ezt használni fogom, de fokozatosan melegítek be. Egyre nagyobb súlyok, és ilyen 120-140 kiló körül kezdem el ezeket az eszközöket használni. Heart and soul brings you to your knees, but we can face it all.
ilyen mértékű izomzatnak a felépítéséhez, vagy akár a fenntartásához, vagy ahhoz a sporthoz, amit te egyáltalán művelsz ilyen magas szinten, gondolom kevés az, hogy csak egy normál táplálkozás folytatsz, ez mindenképpen csak táplálékkiegészítőkkel tudod megoldani. Arra lennék kíváncsi, hogy ebben a sportágban milyen jellegű táplálékkiegészítőket használtok. Hát a fehérje az ugye alap, azt szinte nem is kéne úgymond már mai világban megemlíteni, de mivel hogy egy ilyen erő, kondi, gyorsaság sportágról van szó, ezért feltétlen kreatinok, egy komplex multivitamin az feltétlen kell, külön még akár C-vitaminnal is meg lehet bombázni. És hát ugyanúgy beta-alanin, savasodást kitoló táplálékkiegészítők, arginin akár külön, kinek mi, hogyan jön be az évek során, nekem nagyon bejött a külön arginin, így a bringás edzésekhez is, meg hát természetesen a konditermi erőfejlesztésekhez is. És hát lehet szénhidrátos port keverni, kinek hogy jön be, hogy érzi, hogy merül le a kondis és a bringás edzést kombinálva, mert ugye azért más, most én itt lesújzózok, és még mondjuk fogok délután 50 kilométert kerékpározni, azért az más. Szóval nem lehet ráállni egy olyan diétára, hogy akkor én most tényleg folyamatosan rizs, zöldség, gyümölcs, mert tényleg elfogy az ember, szó szerint. Szóval egy olyan kalóriát vesztesz a konditerembe is, amit rögtön nem érzel, és akkor még kimész az országútra is, megcsinálsz 5-6 sprintet, és ott a végkép. Én úgy szoktam mondani, hogy ott minden dolgozik. Ott a lassú izom, gyors izom, robbanékony izom, a tüdőd kipurcan egy edzésen. Szóval ott minden, amit tudsz éppen, az bekapcsolódik a munkába, az edzésbe, és ott véged van. Mert hogyha egy nagy áttételt választasz, ugye akkor egy izomerőből tekered, és mivel hogy nekünk egy áttételünk van a pályán, és nincs idő váltogatni, ott vagy megindítod 5-6 másodperc alatt egy brutális robbanékony módon, és tényleg 10 másodperc alatt 70-nel megy a bicikli, és utána még milyen kitartásod van, milyen formában vagy, azt, hogy kitartsd azt a 70-et, vagy akár többet, és hogy regenerálodsz a futamok között. Mert ez is nagyon fontos, hogy tudsz regenerálódni, hogy tudod az időmérő után összeszedni magad, mert nem mindegyik verseny sikerül úgy, hogy ahogy te szeretnél. Mész egy jó időmérőt, esetleg nem mész olyan jó futamot, vagy mondjuk fordítva is lehet ez, hogy nem mész olyan jó időmérőt, az időmérő is egy része a versenynek, megmutatja, hogy az emberek milyen gyorsak egyedül, de igen, hát nagyon fontos a táplálékkiegészítő, mindannyian mások vagyunk, és hát ez kísérlet, hogy kinek melyik, éppen melyik fehérje, mikor, van aki edzés közben fogyaszt szénhidrátos fehérjét, mondjuk ez speciál nekem nem jön be, mert én nem szeretem, hogyha edzés közben kicsit felkavarodik a gyomrom, de ez tényleg egyén függő bringába, és van olyan, aki egy órával edzés előtt étkezik, na most az brutális szerintem, mert amikor egy ilyen 200-ra felmegy a pulzusod, ott a sprint edzésen, és tényleg az van, amit mondtam az előbb, hogy tüdő, izomzat, minden éppen 5 percig úgy érzi, hogy most ezt nem kéne erőltetni pár napig, akkor is jön a következő ismétlés egy 10 perc után, akkor ugye ki kell kísérletezni, hogy a legjobb az étrend, hogy a legjobb a táplálék kiegészítő, esetleg menet közben BCL glutamint fogyasztani, vagy netán akkor meginni az edzés előtt itt, hogy jobban az első sorozat után kicsit felébredjél. Úgyhogy hát ezek mind olyan trükkök, gondolom a testépítésben is van ilyen, aztán mindenki maga válogatja, hogy mi jön be neki a legjobban.
végeztünk az alapgyakorlattal, és azt hiszem, hogy ezzel le van zárva az edzés, de mondtad, hogy te valamit szoktál még használni, amit valahol tanultál valakitől. Igen, voltam kint Litvániában edzőtáborozni, és ott egy orosz edző volt. Hát mind a mellett nagyon sok mindent tanultam, de ezzel zárom vagy nyitom az edzést, attól függ, hogy éppen milyen szakaszban vagyok. És ez egy plank sorozat, amiben elég sok minden benne van. Hát most megmutatom őket. És akkor ebben a sportágban ugye a láb nagyon domináns, és azt ajánlom minden bringásnak, hogy edze a felső testét is rendesen. Ugye a hát, meg a fenék, a quadriceps nagyon meg van edzve a guggolások által, meg a lábgyakorlatok által. Rendes, komoly hasedzéseket is be kell vinni az edzésterbe, meg plankeket, core tréninget, amit az előbb láttatok, hogy az erőátvitel meg legyen. Ne az legyen, hogy egy nagy izomcsoport erős, és mondjuk a derekad nagyon gyenge, mert az nagyon nem lesz jó. Úgyhogy ennyivel szeretném zárni. Köszönöm a figyelmet! Mivel az edzéssel nem ér véget az edzés, csak azzal, hogyha a glikogénraktárakat újra töltjük és viszünk egy nagy adag fehérre túlmixot, ezzel be van fejezve az edzés. Köszönjük a figyelmeteket, remélem, hogy behatóan tudtuk nektek megmutatni a pályakerékpárosok súlyzós edzését. Láthattátok azt, hogy lényegi különbség nincs is nagyon akár a testépítő vagy fitness jellegű edzésektől, hiszen ugyanúgy súlyzós edzés. Vannak gyakorlatok, amiket egy kicsit hangsúlyosabban végeztek, de úgy gondolom, hogy mindenki beható képet kapott róla. Lesz majd a következőkben a Muscle & Fitness TV-vel egy live adásunk, ahol azokat a sportolókat fogjuk meghívni, akikkel most műsort készítettünk, és nekik feltehetitek élőben a kérdéseteket, vagy kommentelhettek hozzájuk. Úgyhogy egészségedre az edzés, köszönjük szépen, hogy itt voltál, vigyatok túlmixot! We'll be right back.